Ez most egy science fiction rész lesz, amiben a szálkásító edzésről fogok beszélni. Szia, fogsz csinálni szálkásításról videót? Mutatnál szálkásító gyakorlatokat? Azt mondták a veteránok a teremben, hogy ha szálkás akarok lenni, akkor kis súllyal végezzek sok ismétlést. Szia, megosztanád velem a szálkásító edzést terved? És ehhez hasonló üzeneteket szoktam kapni, úgyhogy ezért készül ez a videó, de hányszor találkoztam már ezzel a teremben is. Általában, hogyha magas ismétlés számmal szoktam edzeni, azt az utolsó gyakorlatnál alkalmazom. És egyszer odaszólt egy kigyúrt kopasz csávó, hogy mi van, szálkásítasz? Azt nyáron kell, télen tömegeljél. Én szeretnék már végre egy olyan emberrel találkozni, akinek sikerült leszálkásítania, kis súlya végzett, sok ismétléstől, mert abban biztos vagyok, hogy ilyen nem létezik, de akkor miért mondják a veteránok, a kezdőknek, hogy így kell csinálni? De valamiért a másoktól, a haveroktól, illetve a nagyobboktól hallott információkat mindig tényként kezelik az emberek, és meg sem kérdőjelezik. Félre ne értsetek, ez nem a ti hibátok, hogy ilyen kérdéseket tesztek fel, vagy azt gondoljátok, hogy ez tényleg így működik, és én kérek elnézést annak az embernek a nevében, aki ezt az egészet kitalálta és elkezdte terjeszteni. A szálkásító gyakorlat az nem létezik. Ugye mit értünk szálkásítás alatt? Azt, amikor szeretnénk a rajtunk lévő zsírréteget lefaragni úgy, hogy mellette pedig megtartsuk azt az izomtömeget, amit már eddig megszereztünk. Ehhez nem kell más tennünk, mint az étrendünkben be kell tartani pár alapelvet, például a legfontosabb, hogy kalóriadeficitben legyünk, és meglegyen a megfelelő mennyiségű fehérje is. Szerintem onnan származhat ez a kis súlya, sok ismétlés mítosz, hogyha magasabb ismétlésszámban dolgozunk, akkor egy idő után elkezd égni az izom, és akkor valaki ezt így összehozta, hogy valószínűleg, hogyha égő érzés van, akkor a zsír ég, hisz mi más égne. Nos, ez egyáltalán nem így van. Sőt, és hogyha már így a tévhit oszlatásoknál tartunk, akkor tudtátok, hogy nem is a tejsav okozza ezt az égő érzést. Még egy tévhit kiírtva. Ráadásul nem is tejsav keletkezik, hanem laktán, ami a tejsavnak egy sója, egy protonnal kevesebb van neki, és ez már biokémiailag pedig működésbeli eltéréssel jár. Az edzés hatására létrejövő égőérzet az izomban egyébként az ATP-ADP átalakulás során felszabaduló protonoknak és azok koncentrációjának megemelkedésének köszönhető, ugyanis ez okozza azt a savas közeget, amit a tejfit a tejsavnak tulajdonít, pedig ugye nem is tejsav keletkezik, hanem laktát, és a laktát az pedig nem sav, és ráadásul segít a savasodás, illetve izom kimerülés, izom fáradtság késleltetésében, és nélküle a teljesítő képességünk a sokkal kisebb lenne, úgyhogy köszönjétek meg a laktátnak. És ennek ismeretében szerintem most már belátható, hogy a zsír mobilizációjához és elégetéséhez semmi köze ennek az egész folyamatnak, de ha még ez sem lenne elég, akkor megemlíthetjük például azt is, hogy a nagyobb súllyal végzett gyakorlatok több kalóriát égetnek el, még akkor is, hogyha sok ismétlést végzünk a kisebb súlyokkal. Huszokat csinálni kisebb súlyban növeli az izom álló képességét, de azt is csak akkor, hogyha mondjuk a 15.-20. ismétlésért már meg kell szenvedned, szóval annak például semmi értelme, amikor a nők elkezdenek 1 kg súlyzókat emelgetni, vagy beülnek a tárogatóba és 50-es ismétléseket csinálnak, közben persze stílusosan megy ugye a Facebook, az Instagram, ugyanúgy az sem ér semmit, hogyha te most szálkásítás miatt visszaveszel a súlyokba és elkezdesz lötyögni, sőt nem, hogy nem ér semmit, ráadásul még az eddig megszerzett izomtömeget is elkezd szépen elfogyni, akkor fog az izom fejlődni és nőni, hogyha sosem látott volumennel találkozik, és az arra fogja sarkalni, hogy hé, nagyobbnak kell lennem, hogy fel tudjam emelni ezt a súlyt. Izomépítés szempontjából az ideális ismétlésszám tartomány valahol 6 és 8 között van, mint ezt már más videóimban is említettem, de ez is csak akkor igaz, hogyha az utolsó ismétlésért már vér kell izzadnod. Ennél fogva, hogyha te most elkezdenél 15-20 ismétlést csinálni, akkor azt mondanák az izmait, hogy oké, itt ránk már nincs szükség, hisz már nincs akkor a terhelés, úgyhogy nem, hogy nem szabad visszavenni a súlyokból, hanem ilyenkor kell igazán keményen nyomni szálkásításkor, hogy azt az izomtömeget, amit eddig felépítettél, azt megtartsd. Én külön kihívásnak szoktam azt is venni, hogy kalóriadeficitben is fejlődjek, erősödjek, és így is szokott történni, csak tényleg oda kell magad tenni keményen. Szóval ne az edzéseden akarj változtatni, hogy te szeretnéd látni azokat a kockákat, ne a gyakorlatoktól várd azt, hogy definiáltabb leszel, és eszedbe ne jusson visszavenni a súlyokból szálkásítás miatt, hogy kell-e kardiózni, ezt ebből a videóból megtudhatod, és ha szeretnél lefaragni a te zsírszázalékodból, akkor erre a legjobb hely a konyha. Ehhez minden segítséget és tippet megkapsz tőlem,
Úgyhogy nézz szét a csatornámon hasonló videókért, iratkozz fel, hogyha még eddig nem tetted volna meg, hogy ne maradj le semmiről, és megköszönném, hogyha megosztanátok másokkal ezt a videót, hogy sikerüljön az egyik legnagyobb fitness és testépítés tévhitet visszaszorítanunk. Köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk legközelebb.